take a shit every day. At least once a day, take a mighty shit, preferably in the morning. Taking a shit is good for your mind, body, and your soul. When you don't take a shit, you carry the heaviness and all the negative energy, the aggression, the anger, the resentment. But when you take a shit, you are releasing this from inside of you. Too many people walk around with a shitty attitude every day. Why? Because they don't take a shit. Don't take any important decision in your life without taking a shit first. If you want to break up with your partner or buy a house, take a shit first and then decide if it is the right thing to do. Drink the water, eat the bran, and take a mighty shit whenever possible. And don't forget to wash your ass after. That is life. Üdvözlet mindenkinek, szevasztok srácok, gondoltam, hogy egy napi bölcselettel indítom ezt a mai streamet. Én azt mondom, hogy fogadjátok meg az úriembernek a tanácsát, és minden nap könnyítsetek magatokon, mert ez az egésznek a lényege. A rossz kedv és a negatív energiáknak a meleg ágya az, hogyha az ember nem tudja magából kiadni a feszültséget. Jaj, Istenem. Srácok, TikTokon megtaláljátok, ha beírjátok a TikTokra, hogy take a shit, akkor elő fog jönni, higgyétek el, hamar meg fogjátok találni. Ezt, ha meg akarjátok mutatni esetleg másnak is, de mindenképpen el akartam ezt mondani. Természetesen igen, a szarásra gondolt. Mi másra gondolt volna a take a shit alatt? Igen. Üdvözlet mindenkivel. Srácok, vagy mindenkinek. Srácok, remélem jól vagytok, minden oké. Okay. Én már esküszöm, mindjárt felkészültem. Csak még lélekben még máshol vagyok. De itt vagyok egyébként, minden a legnagyobb rendben. Üdvözlök mindenkit, a péntek esti szokásos kis horror stream nightunk van most. Vártam már, egyébként most már rég volt. Most tényleg rég volt amúgy, úgyhogy gyűlt is össze pár dolog. Én furcsaságokat találtam egyébként, most megmondom nektek tök őszintén, úgyhogy kíváncsi leszek erre, hogy ez mégis hogyan alakul. De hát majd meglátjuk. Nagyon szépen köszi. Pisti, merre van most? Én szerintem otthon. De nem tudom ezt így pontosan megmondani, mert nincs rajta ilyen GPS-es követő. De hogyha tippelnem kéne, akkor valószínűleg otthon van most. Ja. Akinek csúszik a hang, annak üzenem, hogy nyomja meg az F5-öt, és akkor hátra rendbe jön, mert elméletileg nem csúszik. Ha egy picit csúszik, akkor ezzel együtt kell élj ma este. Ez sajnos nem tudok mit csinálni. Úgyhogy ez ilyen. Srácok, nagyon szépen köszönjük a streamerei támogatásokat, mindjárt ki is térek rájuk, de előtte még megnézem, hogy mi újság itt a cseten. Nincs Pistin GPS, nincs. Gondolkoztam rá amúgy, hogy jó lenne mégis rakni rá egyet, hogy tudja, hogy merre jár. De minek? Hát egész nap együtt vagyunk. Jaj, Istenem. Milyen játékokat hoztam? Hát kettő vagy három játékot hoztam, az az időtől függ. A mai napra nektek. Az egyik játék egy fotorealisztikus horror játék. Most a fotorealisztikus alatt kivételesen nem azt értem, hogy japán, és borzasztóan néz ki, hanem tényleg egy nagyon jól kinéző játékról van szó. Ez az egyik. Lesz egy nagyon elbaszott játék, ami az lesz majd az utolsó, hogyha belefér az időbe, ami egy lányról fog szólni, aki egy négyes gyilkosságot elkövetett, tehát sorozatgyilkos lányról van szó, és Isten igazából a letartóztatása előtti néhány napot mutatja be ez a játék, hogy ő ezeket hogyan élte meg, ezeket a gyilkosságokat, és hát Isten igazából az ilyen agytekervényein keresztül megtudjuk, hogy mi a fene történt. Ez lesz az utolsó, ha belefér az időbe. Ez nagyon fontos. Az első egy ilyen fotorealisztikus játék lesz. A második játék, megmondom nektek őszintén, hogy hát egy ilyen, hát nem is tudom, hogy mondjam nektek. Nem értem.
nagyon rég nem jártam már az Indi DB-n. Ugye Indi DB, igen, jól mondtam a nevét. Mindig keverem az IMDB-vel, de az más. Az Indi DB-n néztem ott a népszerű játékokat, és így szembe jött velem ez a játék, ami egy autószimulátor, mármint, hogy tényleg, tehát így vezetni kell, így vezetős szimulátor, és akkor így vezetni kell, menni kell A-ból B-be, ráadásul egy open world játékról van szó, és így, hát állítólag így történnek dolgok, és ilyen, van nagyon durva AI benne, és így üldöznek, meg kell szökni, ijesztgetések vannak benne, meg ilyesmi, úgyhogy így kíváncsi vagyok, hogy milyen. Nagyon fura grafikája van, azt tetszett nekem, azért is mondtam, hogy oké, de ez amúgy egy 2019-es játék. Az a Beaver, pontosan így van, Base Hyper, én soha nem játszottam vele, most mondom, a felkapottak között van, nem is értem, hogy miért 2019-es játék, de na megnézzük. Nem olyan, mint a kukás autós játék, attól jobban néz ki szerintem. Na! Hú, basszus, de belendítettétek itt a dolgokat a stream elején. Nagyon szépen köszi Nyuszó Pofinak a 7 hónapot, Honeyleaf Rose-nak a 2 hónapot, Katica Beksinek a cheert, Lilian köszi a 300 cheert. Két napja volt a 10. házassági évfordulónk, nem is lehetne szebben lezárni a hetet, mint egy horror esti Anival. Nagyon szépen köszi, és gratulálok a 10. évfordulóhoz. Az már nem semmi. Dezro, kösz a 38 hónapot, Lunafi, kösz a 8 hónapot, Saint Veronica, kösz a 13 hónapot, Glide Shadow, kösz az 53 hónapot, M. Ági, kösz a 7-et, Madeleine, kösz a fél évet, Soul Daddy, szia Jani, sziasztok, kint vihar, bent egy kis horror Janival. Úristen, itt is vihar lesz, nagyon remélem. De jó nálad, hogy vihar, itt még rohadtul nincs vihar, rohadt meleg van. Norcsi, kösz a 2 hónapot, Mikoto, The Indigo Protector, nagyon szépen köszi a giftet Captain Abrumsnak, Abrumsnak, igen. Ted Chris, szakad az eső. Na! És akkor ti valahol az országnak a nyugati részén vagytok? Niki, köszi a cheert. Dori, köszi szépen a subot. Balaton felől jöhet a VR kelet felé. Aha. Pesten vagytok. Na jó, jó nektek. Este semmi? Na jó. Gerilefdur, kösz a 28 napot, Lianna köszi a cheert, Topa kösz a 48 napot, köszi szépen a 4 évet. Viktor kösz a 17 napot, Lord Kenci kösz a 4 napot, Oroszi nagyon szépen köszi a 10-es subgift bombot. Ott is vagy a top listában, most nézem a chat fölött ott van. Treffhetes köszi a cheert, Netti, köszi a 2 hónapot. Szia Jani, köszönöm, hogy ennyi éven át kitartotok, és készítetek nekünk a tartalmakat. Nem telik el nap nélkületek, csak így tovább. Sok sikert a mai játékhoz. Netti, nagyon szépen köszi, örülök, hogy itt vagy. És hát, hogyha úgy igazán követsz minket, akkor tényleg nehéz úgy eltenni egy nap, hogy valamilyen tartalmat ne osszunk meg veletek, úgyhogy megértem. Szia piszok! Hello! Suicen, nagyon szépen köszi az 51 hónap támogatást. Az igen. K. Gábor, köszi a giftet Okcálnak, vagy Okkalnak, vagy Okali. Az is lehet. V. Milánó, köszi a 2 hónapot, Mérges Cica 35-öt. Csuna Desama, köszi az 5 hónapot. Gyerünk, Jancsi, jó játékot, köszönöm. Je, 34 top, köszi szépen a subot. Lady Rebr, köszi a cheert, Munsisi, köszi a cheert, Bazi UK, köszi a 13 hónapot, Pityu Mester, köszi a cheert, Pszichosátán, köszi Pikpaknak a giftet, Esti Tattoo Girl, köszi a cheert, The Dev One, köszi a cheert, Arcane Seer, köszi a giftet Wolfmannek, Vissza Bilbo, köszi a cheert, Popeye, köszi szépen a 13 hónapot, Sonzi, köszi a 62 hónapot, Niki, köszi a 13 hónapot, Mr. Bilbo, köszi a cheert, Viktor, jó estést, és játékot, Jani. Köszi! Nem tudom, hogy szoktál-e kattintani a linkre donétekből, de készítettem egy photoshopos cyberpunk fanartot neked. Jó, figyelj. Én megnyitom ezt a linket. Ezen a gépen úgy sincs semmi. De hát látom, hogy... Csak nem.
Ha! Várjál! De baszó! Ezt a képet amúgy sokan elkapták. Nagyon szépen köszi, megosztom a chattel, most én nem tudom nektek megmutatni, mert erről a gépről nem tudok nektek mutatni cuccokat, úgyhogy ne haragudjatok. Megosztom, hogy meg tudjátok ti is nézni. Kattintsatok rá nyugodtan egy... nem kamu link. Köszi szépen, Viktor! Gergő köszi a csírt, Hogesszal köszi a fél évet, Sutyula köszi a csírt, Danes Duet köszi a subot, Flexagil Csipike, kösz a 8 hónapot, Jura Service, kösz a csírt, K. Gábor. Alig vártam az estét, úton hazafelé, jó gémet, köszi a sok tartalmat. Köszi szépen, Gábor. Bianca, kösz a 8 hónapot, Erbab, köszi a 26 hónap tier 2-es támogatást. Mechanik Matthew-nak köszi szépen a gifteket. Savage Horseman, Cső Jani, köszi szépen a megbaszó badge-et, magamra is fogom varratni. Sőt, a végrendeletemben is megemlítem majd. Savage Horseman, mi köszönjük az eszméletlen támogatást, amit évek óta kapunk tőled, és az az igazság, hogy nekem elárult a Pisti, vagy Balázs, nem is tudom, ki mondta nekem, hogy kicsit megkéstem ezzel a 200 ezeres cheer badge-el, mert hamarosan eléred a 300 ezret. Úgyhogy majd ott valami még le vagy lesz, jó? De nagyon szépen köszi Savage Horseman mindent, tényleg. Atani Kitty köszi a cheered kicks. Nagyon szépen köszi az 55 hónapot. Savage Horseman, mutasd meg a chatnek a badge-edet, hagyd lássák. Hogyha lemaradt valaki róla, mert tényleg elég baszó. Ha még itt vagy. Megvárjuk Savage Horseman-t. Na? Beír vagy nem? Nézzük. Úristen. Én izgulok. Mondjuk, hogyha mobilról nézek, akkor még kb. Egy a fél óra, és akkor fogja... Na ott van! Ott is van Savage Horseman! Nézzétek meg az aranylovast! Aja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 j
Grossman. Nagyon köszi. Kix, Pios Sátán, behatolok. Behatolok, köszi a baszót, sírt. Mohojó, kösz a 47 napot, Benno a 44-et. Zombi, köszi szépen a 39 hónapot. A szokásos pizza péntekhez elmaradhatatlan, Jani horror. Hát basszus, annyi ideig olvasom itt a támogatásokat, hogy már kihűl a pizza. Noadorel, köszi a chillt, és Farok Márton, köszi a giftet, Szolmírnek. Na, srácok, itt most egy ideig leállunk ezekkel, nagyon szépen köszi mindenkinek a streamelei rohamot. Indítsuk az első fotorealisztikus játékot, Rakulinak még nagyon szépen, Rakulin, igen, bocsi, köszi a 10 hónapot. Ja, enkor meghívott Zuba, ne haragudj, nem adok. Próbáld meg valahogy másképp. Ez nem az a platform. Ez nem a torrentes platform. Na nézzük. Én elindítom. Az első játék címe tehát nem más, mint a Contempt. Jézusom, milyen hangja volt. Várjatok. Bekapcsolom a szinkronizálást. Működik ez? Csak akarni kell. Vagy nem működik? Nekem gyanús. De működik. Igen. Igen. Return. Jó. Valamiért olyan fura a menü. De mutatom nektek. Tehát. Ez a Contempt című játék. Van VR is egyébként. Az most nincs itt a VR headsetem, úgyhogy ezt most simán fogjuk játszani. Nem tudom, miről szól, nem tudom, mi ez. Nagyon jól néztek ki a screenshotok róla, és azért mondtam, hogy próbáljuk ki. Hát, csak mondom, hogy azért ez, kicsit arrébb tolom magam, ez azért realisztikusabb, mint az eddigi... Oké. Performance parák azok vannak, de... Wow. Igen, most Máté Pétertől kell a Hull az elságult levél című szám. Itt most, hogyha meg... Ez jobb lenne, mint itt a sötétben menni, de... Na jó, menjünk. Lehetne kicsit sötétebb, szerintem is. Ó, ilyen szél csengő.
Hol van? Amit... Hol van a cucc? Amit... Na mindegy. Oké. Okay. Zárva van. Képzeljétek el! Hihetetlen. Egy játék, amiben... Ó, ez eddig is itt... Ez nem volt itt eddig. Ugye? Én nem emlékszem, hogy ez nyitva volt. Érdekes. Oké. Okay. Ott a kulcs. Azt a... Ekkora kulcs. A játékfejlesztő azt mondta, hogy figyelj, legyen nagy a kulcs, észrevegye a srác. Tök mindegy mi van, ekkora kulcs. Az igen. Köszi a kulcsot, fejlesztett. Nagyobb, mint a kalapács. Isten igazából. És itt elmúlt itt a hang, és itt nincs semmi más. Én ilyenkor amúgy, én nem tudom, nem olyan realisztikus ez a játék. Tehát a való életben vinném magammal ezt a kalapácsot is, meg szerintem ezt a nagy kaszát. Ezt mindenképpen vinném így magammal, és akkor így minden a legnagyobb rendben lenne. Ez így annyira nem tetszik most nekem. Nem tetszik ez nekem? Na nézzük. Aha. Az a baj, hogy nem akarok bemenni, de nem tudom, ti hogy vagytok velem, mert én annyira nem. Hú, azt a kurva élet. Uh-huh. Jó. Jó. Nyomasztó, nyomasztó sötétség. Jesus. Azért nem budi. Van ADS. Tehát már kod gyakorlatilag. Az mi? Az ott valami. Fixen ott, az ott valami, vagy egy kurva nagy kulcs. Valamelyik a kettő között. Nem tudom mi. Zárva van. Igen. Tessék csak mondani. Pontosan mit keresünk itt, és miért jöttünk ide? Látjátok? Milyen érdekes, ez egy demo. De Isten igazából nem tudom, mit keresünk itt. Semmilyen sztori nem volt. Csak bejöttünk egy kurva házba, de miért? Kint is maradhatunk van az autónál. Legalább ott volt egy kis fény. Jó. Hát ez... Egy biztos rohadt jól néz ki a game. De tényleg, ez nagyon... Azt a kurva élet! Ott van valami az ajtóban, látjátok, hogy ott van? Úgy néz. Csúnya néni ez. Ez úgy néz ki, mint a nő a izébe. Gyorsan akartam mondani. Mi volt az a játék? Ami PlayStation-on volt? PT, köszönöm! Arra gondoltam. Bezárta az ajtót. Néni, én nem akarok semmilyen problémát okozni. Egész egyszerűen csak... Én itt bejöttem, egész pontosan én sem tudom miért. Nem kellett volna. Most már tudom, hogy nem kellett volna. Aha. Fürdőszoba csótányokkal. Igen. Jó. Fú, mekkora csótányok. Itt van megint egy rossz budi, az mindig van. A csótányok rohangálnak. Moly lepke van. Nem tetszik ez nekem. Hú, baszki. Kezd rossz lenni. Ujjjj. Tessék. Kénytel vagyok. Ó, hogy a kurva életben lenyomta az áramot. A szemét. Ez nyitva volt? Ja igen, a konyha. Ja most már van áram, eddig nem volt áram. Jó, jó, jó. Jó, minden oké. Okay. Aha, itt van egy, na ez egy nappali?
de jó. Amúgy nagyon jól néz ki ez a game. Nem? Annyira adja, nem is tudom. Látszik, hogy amúgy nem annyira nagyon szépek. Tehát, hogy mondjuk a textúrák meg ilyesmi, de ugye lehet, hogy ezekkel a levegő, ilyen porok miatt nagyon jól néz ki, tényleg. Van egy kazetta. Minek van ilyen hangja? Atmoszférikus, azaz. Nem lehet ezzel semmit se kezdeni, azt hittem itt lehet valamit. Kikapcsoltam a tévét. Most elindult valami felvétel. Na nézzük. Play. Tessék mondani. Windows. Could leave parts of your body broken. Karen, tell us about it. Now, I've never tried it myself. You may be surprised to hear that. Very surprised. But I'm told it's not easy to spin around on your head. And health professionals say it may not be safe either. De miért forognánk a fejünk tetején? Ez mi volt? Jó, köszi. Köszi, ezt megtudtuk. Tehát az volt a javaslat, hogy annyira nem érdemes a fejünk tetején forogni. Jó, kösz. Aha. Ez fent csörög. Tessék. Most rakta le. Valaki itt ezt most rakta félre. Új nagy baj van. There's an aching deep inside that no longer I can hide, and it's telling me once more it's time to roam. But I cannot tell when I'll be coming home. Ezt most meg kéne lassítani. Már nézem nektek, hogy van-e felirat, de amúgy én nem hiszem, hogy van. Nincs. North Star guiding me, and a light on the horizon showing where I long to be. I travel on. Valaki valami utazásokról beszélt, de most ez miért jó ez? És kifutott itt? Nagy kupi van itt. Basszus. Azt a kurva! Ott volt, mögöttünk, ott volt. Hűha. Húha. Nem. Jújjúj. Szépen vezet minket a játék. Ez miért néz ki úgy, mintha ez alatt lenne valaki? PTSD-n van. Nem lehet a fiókokat kinyitni, hogy ez egy jó dolog. PTSD-n van ettől. Egyszer Olaszországban voltam egy horrorházban, és egy ugyanilyen szoba volt, mint ez amúgy. És így el kellett így osonni, és felkelt az ágyból egy ember. Azt hittem összeszarom magam. Tehát... nem volt jó. Mentünk egy kört, nem? De. Oké. De miért volt ez jó? Most mi van? Én nem tévedek el, most pontosan átlátom már a házat, csak nem tudom mi van.
lent még valahol nem lett, vagy volt, nem tudom. Neked van, hogy találjunk valamit, amit nem találtam meg? Lehet, amúgy benne van. Tuti van pince? Köszönöm szépen, hogy velem vagytok, ez nagyon fontos. Most kinyitottam az ajtót, hát ezt várta tőlem a... Nem pince van, majdnem jó, padlás. Padlás van, de jó. Itt ilyen karmalászások vannak, karmalászás. Baszki. Milyen padlás ez? Ki csinál ilyen szűk folyosót? Új. Itt felakasztotta magát itt a néni. Kidobott a ház. Ez ennyi volt, szerintem. Ha! Jó. Első jó. Halló? Bocsánat, rossz gombot nyomtam. Szóval, ez a szokásos horror demo volt, amúgy nem volt hosszú, de azért volt fasz a hangulata, és Isten igazából nem tudom, hogy nem tudok erre mit mondani. Rövid volt, de annál ígéretesebb. Ez is szerintem maximum egy-két srác csinálta, vagy egy-két ember csinálta. Nem volt ez annyira rossz. Volt már rosszabb demó, szerintem ettől sokkal rosszabb demókkal is játszottunk, ez legalább rohadt jól nézett ki. Tehát azért ügyes volt a fejlesztő. Szerintem nekem ez bejött.